Tehát köszöntjük szeretettel itt a stúdióban Vitézi Dávidot, a korábbi közlekedését felelős államtitkárt, és Kacsó Dánielt, a Mandiner főszerkesztő helyettesét, a társkérdezőt, akinek rögtön át is adom a szót, hogy megnyithasd. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Jó reggelt kívánok! Az első kérdésem az nyilván könnyen kitalálható, egy kicsit csavarnék rajta. Meddig gondolkodik még azon, hogy elvállalja az LMP színeiben a főpolgármester jelöltséget, mert most már lassan hetek óta találgatja mindenki, hogy mi lesz ennek a sztorinak a végeredménye, és én már az az érzésem, hogy ha esetleg nem lesz a válasz, akkor is sok ember fejében úgy marad meg, hogy Vitézi Dávid az LMP majdnem jelöltje. Van esetleg határidő, új év első napja vagy hasonlók? Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást. Bár akkor általában az egyenes beszédbe jövök így az esti órákba, akkor igyekszem a 9-es busszal jönni ide az ATV-be, most így hajnalok hajnalán az ATV jóvoltából taxival jöttem, és a taxisofőr már felkészítette erre a kérdésre, mert ő is erről faggatott egész úton. A csatlakozunk. Legközelebb őt is hozza be. Örömmel. Nyilván sok felkérés érkezett, az LMP valóban ezt a nyilvánosság elé is tárta ezt a javaslatát. Ez egy nagyon megtisztelő felkérés, és bár nyilván nem szerencsés, hogy ez nagyon hosszúra húzódik, ebben teljesen igaza van szerkesztő úrnak, de én ezt a kérdést még nem döntöttem el, ez egy nagyon felelősségteljes és nagy döntés. Én nagyon szeretem ezt a várost, nagyon szeretem Budapestet, nagyon régóta dolgozom azért, hogy Budapest fejlődjön, akár a civil közlekedési aktivistaként, akár a Budapesti Közlekedési Központ első vezérigazgatójaként, azt gondolom, hogy amit létrehoztunk a BKK-ban, az máig érezhető. A város tömegközlekedésében, akár korábban a kormányzat színeiben a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként. Tehát van bennem arra ambíció, hogy Budapest jobban működjön, hogy ennek most van-e itt az ideje, és így van-e itt az ideje, ezt kell végig gondolni. Ebben én most határidőt itt a nyilvánosság előtt nem szabnék se saját magamnak. De akkor hadd kérdezek arra vissza, hogy azt mondja, hogy így van itt az ideje. Így, hogy Karácsony Gergellyel indul szemben, így, hogy a Fidesz is, meg az LMP is lebegteti, az LMP nem lebegteti, Ungár Péter tegnap is kijelentette, hogy ön a jelöltjük. Szóval, hogy itt nagyon sok minden kavarodik. Egy választás előtt vagyunk fél évvel, szerintem itt a következő hónapokban biztosan ki fog tisztulni a kép a választók számára is, és mindenki számára, aki Budapestért tenni szeretne. Én is úgy tervezem nyilván, hogy azért a következő hetekben ezt el kell dönteni, hiszen júniusban választások lesznek. De kérem, annyi időt adjanak még, hogy ezt alaposan körüljárjuk. Szerintem elnök úr is utalt rá tegnap, hogy zajlanak ez ügyben még beszélgetések. Több civil szervezet is megkeresett engem. Nagyon sok ilyen megkeresés, vélemény jön, ami ezzel kapcsolatos. Ezeket most nyilván az ünnepek erre különösen alkalmasak lesznek. Valóban egy picit elmélyedjen az ember és végig gondolja a város helyzetét és a saját helyzetét is ebben. El fogom ezt dönteni, és tudni fognak róla természetesen. Várjuk a döntést. Csak még egy alkérdés ezzel kapcsolatban, hogy a fölkészült-e arra is, hogyha igen lesz, akkor nyilván a Karácsony Gergely mögött álló ellenzéki szövetség, akkor ezek szerint az LMP nélkül ellenfél kénytelenségé fog tekinteni Vitézi Dávidra, aki megosztja az ellenzéki szavazókat, esélyt adva a márciusban kiderülő leendő fideszes jelölt számára is. Nézze, ha én ebből belevágok, akkor, és nyilván a gondolataim is e körül vannak, akkor az azért van, mert a városért tenni szeretnék, mert azt látom, és ennek a véleményemnek ettől teljesen függetlenül is hangot adtam már például Budapest 150. születésnapja kapcsán, hogy lényegében megállt a város fejlődése. Ha megnézzük, az én életemben nem volt olyan korábban, hogy egyetlen kötött pályás beruházás, se vasút, se hév, se metró, se villamos nem épül ebben a városban. Ha körülnézünk az Európai Unió fővárosaiban, sehol máshol nem tapasztalunk ilyet. Ezért van, aki a kormányt hibáztatja, hogy nem ad elég forrást, meg Lázár János leállítja a vasúti beruházásokat. Van, aki a főpolgármestert, vagy akár a különböző demokratikus koalíció által vezetett kerületeket hibáztatja, hogy ott akadályozzák a fejlesztéseket, ahol érik. Ön kit? Beperelnek minden vasúti fejlesztésre. Én szerintem mind a kettő állításban van igazság. Tehát többször elmondtam azt, hogy Lázár Jánosnak azok az intézkedései, amivel módszeresen Budapest összes közlekedési beruházását, amit csak tudott, leállított, és olyanokat is leállított, amelyekre már megvolt az uniós forrás, tehát nem lehet a háborúra, a különböző anyagi nehézségekre fogni azt, hogy miért tett így, hanem például a nyugati pályaudvar, most volt Eiffel születésnapja, a nyugati pályaudvar fejlesztését, azt, hogy körülötte egy
egy új belvárosi park jön létre, ami akár egyébként parkként összeérhet majd a Rákos rendezői térségnek az új parkjával is, remélhetőleg ott is létrejön egy, hogy ott a vasúti vágányok végre ne 100 éves technológiával működjenek, és ne omoljon össze a vasúti közlekedés a legkisebb zavar esetén is, hogy a Bajcsi-Zsilinszky úti villamos létrejön a nyugati pályaudvarnál, és a felüljáró helyett, amely eltakarja ezt a történelmi épületet, végre egy olyan sugárút legyen a Bajcsi-Zsilinszky út, amin villamossal végig tudunk utazni, amelyen egy fasor, egy széles passzázs van. Rengeteg ilyen lépést meg kellene tenni. Például ez a nyugati pályaudvar fejlesztésére elnyertünk olyan versenyző uniós forrásokat az előző ciklusban, amelyeket a többi tagállammal versenyezve nyertünk el, amelyek nem járnak Magyarországnak, és ezeket visszaadták. Azt mondták, hogy inkább ne fejlődjön a város. Lázár János ezeket visszaküldte Brüsszelbe, és most, ha jól tudom, akkor a balti államok fogják ezt. És ha ő lenne a főpolgármester, akkor ez másképp lenne? De biztos, hogy szóvá tenném ezt. És szóvá teszem most is. Karácsony Gergely is szóvá teszi rendszeresen. Most nem hallottam egyébként. Szóvá van téve egyébként, és ugyanúgy Lázár Jánossal kéne mondjuk úgy, hogy együtt dolgozni abban az esetben, hogyha főpolgármester lenne. Tehát már most sem ágyaz meg a jó kommunikációs alapnak azzal, hogy nem ért egyet a döntéseiben, hogyan lehetne mondjuk akkor ezeket a ráncokat kisimítani abban az esetben, hogyha viszont közvetlenül együtt kéne dolgozniuk. Azt nehezen hinném, hogy attól fog Budapest fejlődni, ha valaki mindig mindenben egyetért Lázár Jánossal egyrésztről. Másrésztről ennek a véleményemnek én most is hangot adok. Abban van kritikám a főpolgármester felé, és ez független attól, hogy elindulok ezen a választáson, hogy a budapesti vasúti fejlesztések kapcsán például én nem hallom ezt a hangot, amivel ő szóvá tenné, hogy a 11. kerületben, a 15. kerületben és a 18. kerületben is a demokratikus koalíció polgármesterei módszeresen a legkülönbözőbb pereskedésekkel akadályozzák azt, hogy még azok a vasúti fejlesztések, amik valamilyen módon már elindultak és már nem lehet őket megállítani, azok legalább megtörténjenek. Ott teszik be a kerekek közé a küllőt, ahol csak hát ér. A helyi szempontok vannak, a helyi lakosság szempontja. Igen, de a főváros is ezekben a perekben néha beszáll, ha nem száll be, akkor pedig inkább hallgatólagosan ezt támogatja. De még szerkesztő úr kérdésére válaszolva, tehát én nem ebben az ellenzéki ilyen ki lesz bizottsági elnök és ki lesz alpolgármester típusú vitákba szeretnék beszállni, ez egészen biztos. Tehát hogyha úgy alakul ez, és az a döntés születik bennem is, és azokban is, akik felkértek, hogy ennek nekivágunk, az bizonyosan azért lesz, hogy ezekben a Budapest fejlesztését érintő kulcskérdésekben sikerüljön sebességet váltani, és Budapest fejlesztése végre egy új lendületet kapjon. És ez emellett én akkor is érvelek, hogyha nem indulok el ezen a választáson, nem leszek főpolgármester. Az elmúlt években is talán a nyilvánosság is ezt pontosan látta, hogy amikor szükség volt erre, akkor Budapest fejlesztése érdekében megszólaltam, ez a jövőben is így lesz, akárhogy is alakul ez a kérdés. Szerintem nagyon sok olyan kulcskérdése van Budapest fejlesztésének, amiről nem beszélünk, hanem elmerülünk ezekben a mindennapi politikai vitákban. A főváros fejlesztése az országos pártpolitikának lett egy ilyen játszótere, ahol mindenki dobálja egymást sokszor, mindkét fél élvezi azt a helyzetet, hogy nem történik semmi, mert lehet a másikra mutogatni, én ezt látom. Miközben a pártpolitika helyett az, akinek foglalkozni, hogy fejlődjön ez a város. Végére még egy gyors kérdést engedjetek meg, mert aztán van még pár témánk. De... Még én is adom. Jó, akkor nem is a vége, viszont pont lent a szerkesztőségben György Gabival volt a háttérben egy jó kis beszélgetésünk arról, hogy egyébként nem egy rossz marketing húzás az, hogy lebegtetve van az ön neve az LMP oldaláról, és sokáig beszélünk arról, ahogy hivatkoztunk is rá, hogy lesz-e vagy nem lesz. Ez jó, mert beszélünk őről és beszélünk a témáról, de az mi nem igazán hangzott el, hogyha az ellenzéki oldalon szeretnének a választópolgárok választást, és kell egy alternatíva, akkor miért inkább Vitézy Dávid sem, mint Karácsony Gergely, aki jelenleg is főpolgármester? Tehát, hogy én szívesen meghallgatnék öntől egy ilyen, hát nem védőbeszédet, de kíváncsi vagyok, hogy miért mondaná azt, hogy inkább őre szavazzon. Egy kortes beszéd. Ha elindulok ezen a választáson, ezt biztosan el fogom mondani. De nincs ahhoz már túl késő, mert szerintem aktuális lenne egy időszerű, fél évvel a választások előtt, vagy ön nem érzi? Amikor az önkormányzati választásokat októberben tartották, és előtte májusban voltak a parlamenti választások, akkor Magyarországon a rendszerváltás utáni 25-30 évben az volt a szokás, hogy általában június körül jelölte meg minden politikai oldal a főpolgármester jelöltjét, hiszen a parlamenti választások eredményét megvárták. Tehát ahhoz szoktunk hozzá végül, és ez a mostani az első kivétel, hogy általában a választások előtt 3-4 hónappal indul el a fővárosi kampány, és az általában a legnyáriasabb hónapokra esik, amikor még talán a közfigyelem sem a leg... Jó, most az kicsit késő lesz, mert nyáron már igen, a dolog, csak azt akarom ezzel mondani, értjük, hogy ráérünk. Hogy ez a 6 hónappal előtti helyzet, ez még... Viszont azt azért nem állom meg, ugye a Fidesz is lebegtette egy ideig a nevét, vagy legalábbis amennyire a Fidesz bárkinek a nevét lebegtette, mert ugye felröppennek nevek, aztán azok elhalnak, azok a történetek, aztán ismét előkerülnek. Azt el tudja képzelni, hogy a Fidesznek és az LMP-nek legyen a közös
főpolgármester jelöltje? Szerkesztő úr, ezt inkább ön lebegtette szerintem, vagy ön kérdezte ezt meg többször, meg sokan mások, nem csak ön, de ez inkább a sajtóban volt szerintem egy ilyen gyakran. Hát akkor ezt én találtam ki, gondoljuk ezt. Nem, ezt nem akarom mondani, de azért ezt a kérdést inkább a sajtóban kaptam meg többször, és mondtam el akkor is, és mondom el most is, hogy ilyen megkeresés a kormánypárt részéről hozzám nem érkezett, úgyhogy nem gondolom, hogy ennek lenne realitása. Akkor én témát váltanék, MÁV, azzal kapcsolatban is igen sok vitézi posztot olvashattunk az elmúlt hónapokban. Bele lehetne menni részletkérdésekben, olvasom, hogy a 24.hu-n például egy ilyen címmel találkoztam, hogy leszakadt egy felső vezeték, Vitézi Dávid már is megtalálta Lázár Jánost, de hogy hol siklott ki a MÁV, ugye inkább így kérdezném, mert ugye ez egy több évtizedes történet, kormányok adták egymásnak a kilincset most az elmúlt időszakban, ez azért egy kicsit ilyen máshogy értelmezendő volt 13 éve, de hogy nagyjából ez egy ilyen kommunizmus óta velünk élő probléma, amiben nagy változás érdemben eddig még nem volt. Mi az ősbűn, mi az ős probléma a MÁV-val kapcsolatban, hol siklott ki ez a történet, szó szerint vagy véletlenül? 1968-ban van az a közlekedéspolitikai fordulat, amit meghirdett az akkori államszocialista kormány, Csanádi tervként hívják ezt egyébként, ami azt mondja, hogy a közúti közlekedésre kell áthelyezni a hangsúlyt a vasútról, és lényegében ez így azért szó szerint nincs kimondva, de valójában a vasútnak egyfajta elsorvasztása, vidéki vonalak bezárása akkor kezdődik el először, és az, hogy az áruszállítást és a személyforgalmat is minél inkább a közútra tereljék, ennek itt van egy fordulópontja a magyar közlekedés politikában. Nyilván azokban az évtizedekben a világban ez sok helyen megtörténik, ez nem egy magyar sajátosság. Azzal, hogy a közúti közlekedésnek milyen környezeti kárai vannak, hogy az utak be is tudnak dugulni, a 60-as, 70-es években még egy ilyen nagyvonalú optimizmussal senki nem számol, hanem a közúti közlekedést egyfajta új megoldásként, a vasutat egy letűnő múlt közlekedési eszközeként látják. Azóta azt gondolom, hogy az egész világon megértették a közlekedéssel foglalkozó szakemberek talán elsőként, és aztán az erről döntő döntéshozók, politikusok is, hogy a vasút az nem a múlt, hanem a jövő közlekedési eszköze is, úgy az áruszállításban, mint a személyszállításban, hiszen a legkisebb környezeti lábnyommal bíró, a globális felmelegedést, a klímaváltozás legkevésbé fűtő közlekedési módról van szó, ahol nagy mennyiségű árut és nagy számú embert el lehet szállítani fenntartható és gyors módon. Ezért elindult egy reneszánsz a vasúti közlekedésnek. Az egész világon, az Egyesült Államokban Joe Biden elnök olyan dollár milliárdokat költ most el vasútfejlesztésre, amit nem lehetett látni az elmúlt évszázad második felében egyáltalán az Egyesült Államokban. Európában minden európai tagállamban óriási vasútfejlesztések zajlanak, uniós és hazai az adott tagállam büdzséjéből is. Az én kritikám a jelenlegi közlekedés politikával kapcsolatban az, hogy talán ez a fajta reneszánsz folyamat, ami elindult Magyarországon is. Azért az elmúlt 10 évben a kormány lecserélte a motorvonatflottát, vagy hát a régi ilyen műbörös üléses személykocsikat új motorvonatokra cserélte egész Budapest környékén, több mint 120 motorvonat érkezett, több vasútvonal felújítása megtörtént Székesfehérvár vagy Esztergom felé, ahol egyébként meg is duplázódott az utasforgalom, tehát látszik az, hogy az embereknek van erre igénye, és ez Budapesten segített az autóforgalom csökkenésével. Ez a folyamat megállt, az összes fejlesztést megállították, nincs máshol olyan, mint Magyarországon, egész Európában, hogy lényegében a Budapest-Belgrádot kivéve, ami egy elég speciális eset a maga kínai hitelével, minden vasúti beruházás megállt. Ennek nyilván ez összefügg az európai uniós források befagyasztásával is, de közben autópályákat bőven építünk hazai költségvetési forrásokból és különböző gyorsforgalmi utakat. Tehát azt gondolom, hogy itt a vasút háttérbe szorult, és az én legfőbb kritikám egyébként ez, ennek van nagyon sok konkrét projektben lecsapódása, de azt látom, hogy miközben elindult egy kedvező folyamat, hogy a vasutat visszahozzuk a versenyképes és mindenki számára jó minőségben igénybe vehető vasúti közlekedés legyen Magyarországon. Azzal szemben most ez a folyamat megállt, és Lázár János irányításával a vasúti beruházásokat úgy vidéken, mint Budapest környékén sorban állítják le. A távolsági közlekedéssel más bajok is vannak. Nyilvánvalóan a Volánbusznál is volt egy sztrájk, úgy hírlik, hogy a MÁV-nál is készülnek hasonlóra. Tehát itt sokféle elégedetlenség van, nem csak az utazó közönség részéről, hanem az ott dolgozók részéről is. Egy jelentős forráskivonás történt most a szektorban, amit nyilván nehéz kritizálni, mert az utasok örülnek neki, ezek az országbérletek és vármegyebérleteknek a megvalósítása volt, amit én abból a szempontból pozitívumnak tartok, hogy végre van közös bérlet, amivel vonatra és volánbuszra föl lehet szállni. Ez egy régi hiányosság volt, és valóban a mostani közlekedés politikai vezetésében lépett előre egy nagyot, ismerjük el azt, ahol valóban történt egy előrelépés. Na de ezek a nagyon olcsó bérletek azt okozzák, hogy sok 10 milliárd forint hiányzik a MÁV Start, a MÁV Hév és a Volánbusz büdzséjéből. Ennek a lecsapódását látjuk akár a pályakarbantartási állapotok romlásában,
akár valószínűleg az egyéb működési típusú vitákban, például a bérvitákban is. Az biztos, hogy ekkora kedvezményeket akkor lehet biztosítani, hogyha ennek valamilyen módon megvan az ellentételezése, hiszen hogyha olcsóbban rosszabb tömegközlekedést adunk, az összességében nem lesz jobb a társadalomnak. Igen, pont ez az érve a miniszter úrnak egyébként, ha majd gyorsan nem tudunk érdemben fejleszteni, akkor legalább könnyebben elérhetővé tegyük a lakosság számára, amennyire értettem ez a vízió az országbérletek rendszere mögött. No, de 1500 milliárd forintnyi forrást elvileg kész lenne holnaptól rászánni el a szektorra Lázár János miniszter, ezt mind az Európai Bizottság jóváhagyásától kell, hogy függővé tegyük. Ez a pénz, ez nagyságrendileg mire lenne elég? Elindult ugye a források felfüggesztésének megszüntetése, de sajnos a közlekedés ebből az első körben még kimaradt. Hogy kell elképzelnünk, ez milyen lépték lenne, hogyha mondjuk következő hónapokban ez megérkezhetne, vagy elindulhatna Magyarország felé? Tehát, ha fel szeretnénk zárkózni az osztrák vasút színvonalához, ami nem azt jelenti, hogy ez 10 éve belül lehetséges, de mondjuk ezt az ambíciót tűzzük ki, és ezt olyan léptékben kezdjük el csinálni, hogy a csehek vagy a lengyelek csinálják, ahogy ez ott zajlik, akkor ahhoz körülbelül 6000 milliárd forintot el kellene költeni vasútra a következő évtizedben. Nem, ezt akkor sem lehetne elkölteni 1-2 év alatt, hogyha meg lenne ez a pénz, hiszen tervekre, építési engedélyekre, építőipari kapacitásra rengeteg mindenre szükség lenne ehhez. Most van is egy ilyen program, ezekben szinte olyan beruházások vannak kizárólag, amiket épp Lázár János állított le. Én nagyon örülök, hogy ezt most ő prezentálja, mint vasútfejlesztési programot. Ha ezek újraindulnak, az végül is egy eredmény lesz. Azt a tüzet a legkönnyebb eloltani, amit valaki maga hozott létre nyilván. De azt gondolom, hogy itt valóban a források biztosítása a legnagyobb kérdés. Nyilván, amíg az Európai Uniós források be vannak fagyasztva, addig ilyen volumenű forrás egyben, vagy hát mint egy programban jóváhagyottan nem fog rendelkezésre állni, de legalább azt a döntést meg lehetne hozni, hogy nem újabb autópálya építéseket kezdünk el csinálni. És tudom, hogy ez egy ellentmondásos vélemény. De azért mégiscsak az a helyzet, hogy az autópálya hálózat kiépítettségében utolértük Ausztriát. Pont. Nincs vesző, nincs de, utolértük Ausztriát. Persze vannak még hiányok a hálózaton, és mindig lehetne minden jobb. Valószínűleg az osztrák tévében is meg tudják beszélni, hogy honnan hiányzik ez vagy az, de ott mégiscsak utolértük Ausztriát. Ehhez képest most megint arról beszélünk, hogy 400 milliárd forintnyi adófizetői pénzből még egy újabb autópálya építése kezdődjön az Alamegyében, ez éppen egy minapi hír. Itt szerintem azt ki kell mondani, mivel nincsen Magyarországon végtelen forrás, el kell kezdeni a vasutat is felzárkóztatni a legjobb európai gyakorlatokhoz, és azt a fajta vasúti szolgáltatást, ahol nincsenek minden nap tömegével késések, ahol nem 40 évnél idősebb, klíma nélküli intercity vonatokra kell fölülni, és ahol Budapesten nem egy lerobbant rozsdatemetőként működik a vasút, ezt el kell érni. És most ezt nem a budapesti témát nem csak azért hozom elő, amiről a beszélgetés elején beszéltünk, hanem azért, mert az egész budapesti vasúti hálózat az ma az országnak a legrosszabb állapotú vasúti rendszere. Tegnap volt egy felsővezeték szakítás Rákos állomásnál, ezt azért is tettem szóval, mert ugye erről írt a 24, mert ez egy szimbolikus helyszín, ugyanis itt ezen a szakaszon fejeződött be, vagy magyarul el se kezdődött soha, tehát itt ért véget a 60-i vonalfejlesztés. Az, amint beért Budapestre, inkább abba maradt, mert a budapesti dolgok azok bonyolultak, nem lettek kitalálva soha. Mi, amikor a BFK-ban dolgoztunk, elkezdtük ezt a munkát, ennek a terveztetését, hogy ezt az egész innen az ATV stúdiójától nem messze található rozsdatemetőt, amit Kőbánya felsőnek meg Rákos állomásnak hívunk, ami a keleti pályaudvarra bevezető vágány rendszer, és nagyon rossz állapotban van, ennek a megújítással induljon erre, és elnyertük az uniós forrásokat, leállították, a pénzt visszaadták, a dolog áll. Miközben ez nem csak a budapestieknek fontos, nyilván egy 17. kerületi Rákoscsabai vagy Rákosligeti polgára nézi ezt a műsort, akkor neki is fontos, hiszen ő ezzel a vonattal tud bejárni, ott nincs se metró, se hév, se villamos a 17. kerületben. De az agglomerációnak, de akár Miskolc térségének is ez az a fővonal, amivel be tudnak járni. Ha itt Budapesten állandóan leáll a közlekedés, állandóan itt keletkeznek a késések, azt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is érzik. Tegnap, mivel ugye az Intercityhez csatlakoznak a mellékvonalak is, olyan vonalakon is 1-2 órás késések voltak, amik Budapesttől 200 kilométerre indulnak és végződnek. Ez hullámszerűen végigmegy az országon. Tehát a budapesti vasúti közlekedést rendbe kell rakni, és az önmagában egy több ezer milliárd forintos tétel, az része ennek a 6000 milliárd forintnak, de ha ezt egy ilyen Budapest vidék ellentétbe helyezzük be, és azt gondoljuk, hogy Budapesten vasutat fejleszteni az Budapest fejlettségét növeli tovább, és helyett vidékre kell vinni a pénzt, ugye ez a narratíva az, amit Lázár miniszter úrtól gyakran hallunk, ez szerintem egy teljes tévedés, és nem azért mondom ezt, mert budapesti vagyok, azért is mondom persze, de azért is, mert a budapesti vasúti csomópont az egész ország közlekedésére óriási hatással van. Köszönjük szépen, hogy eljött és ezeket elmondta meg, hogy ezekről tudtunk így beszélgetni, hát az nyilvánvaló, hogy nem fognak együtt karácsonyozni Lázár Jánossal, nem hiszem, hogy volt ilyen ambíciójuk, de a kapcsolatuk nem erre mutat, viszont kíváncsian várjuk, hogy ő például mindenre hogyan reagál, hogyha reagál. Kacsó Dánielnek is köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nálunk jön a híradó, Vitézy Dávidnak pedig. Köszönjük szépen.
Thank you.